Let's go. Jó, hát akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt, aki majd ezt az eSport 1-es videót meg fogja nézni. Mikor beszéltünk utoljára? Szerintem 2 évvel ezelőtt? Egy jó 2 éve szerintem is. Egy jó 2 éve annyi van legalább. Ugye itt van, ma Vizi Csacsival fogok egy kicsit beszélgetni. Ugye láthattuk, ahogy a világbajnokságon visszatért. Hát szerintem egyébként sokaknak nagy meglepetésére, hogy te most így... Jó, hát nem annyira semmiből, mert azért már láttunk magyar versenyen, de hogy úgy döntöttél, hogy 2 év után mégiscsak szeretnél újra versenyszerűen játszani. De mielőtt ebbe belemegyünk, akkor kezdjük egy kicsit multidézéssel, ez nekem ilyen nagy szerelmem, hogy egy kicsit vájkálok a múltban. Ugye 2019-et írunk, Splice-szal megcsináljátok a világbajnokságot, ugye te először jutottál ki világbajnokságra, bár nagyon sokszor nagyon közel voltál hozzá. Tudtad már akkor, hogy neked egyébként az lesz az utolsó éved? Igen, tudtam. Ez már körülbelül már a nyári szezon során tudatosult bennem, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó. Abból a szempontból, mert akkoriban nem nagyon alakultak olyan jól a dolgok a csapaton belül. Elég rossz időszak volt így mindenki számára, és igazából nem élveztem a játékot egyáltalán. Elég sok komfortőrst játszottam még így a VB során, és azokat próbáltam erőltetni, de azon kívül nem nagyon volt meg ez az extra, ami szükséges ahhoz, hogy valaki a legjobbak közé tartozzon. Mondtad, hogy sok komforthőst játszottál, azért oké, nem érezted jól magad, de mondjuk ott az FPX ellen azért azzal a csogáttal elég nagyot villantál, és hát ugye mégiscsak egy későbbi világbajnokról beszélünk, meg be is jutottatok végül a rájátszásra, tehát ahhoz képest, ahogy így mondod, hogy hát nem volt olyan jó a csapatban az összhang, meg te se érezted már úgy annyira, azért csak sikerült eljutni még így is a rájátszásba. Hogy emlékszel vissza a végére? Nyilván ugye mi kívülről azt látjuk, hogy egyébként nagyon jól ment, mármint hogy tényleg európai csapatként bejutni a top 8-ba, azért látjuk most, hogy az annyira nem könnyű, de hogy azért játékos szemszögből belülről mindig egy kicsit más. Szóval hogy neked így milyen emlékeid vannak a végéről? Nem túl pozitív, igazából én arra emlékszem, hogy minden egyes gyakorlónap az kávé szenvedés volt mindenkinek. Ez tényleg nagyon katasztrofális állapotok voltak, de itt most fölösleges lenne bárkire is mutogatni, Ja, szerintem persze. egyszerűen mindenkit hibázott a dologban, és igazából csapatként vallottunk kudarcot összességében, ez mind a játékosok, mind az edzői stáb. Emiatt nem jött össze, de szerintem, hogyha egy jó csapat egységre érkeztünk volna, meg a legjobb 8 közé még lehetett volna esélyünk az SKT jelen is, de így igazából nem is hiszem el, hogy bárki is elhitte a csapaton belőle, hogy tényleg meg tudjuk őket verni. Tekerjünk kicsit előre, 2020 eleje van, ugye szerintem személyesen akkor találkoztunk utoljára, ugye amikor az év sportolója gálán, ahol Igen. egyébként te voltál ugye az első sportoló, akit díjaztak egy magyar sportgálán, ugye akkor ebédeltünk egyet, és ott is mondtad, hogy igazából most egy jó időre elég volt neked ebből az egész Igen. világból. Hogy lehet ezt a fajta profi karriert ennyi éven keresztül csinálni? Tehát értem azt, hogy elfáradtál, vagy belefáradtál, de hát azért mégis 5 év állt akkor mögötted. Igen, szerintem az én esetemben az is hozzá játszott ahhoz, hogy kicsit elment a kedvem az egésztől akkoriban, hogy én nem is nagyon tartottam szüneteket, tehát én folyamatosan a játékkal játszottam. Off-seasonek során is minden nap próbáltam a játékkal játszani, tehát szabadidőm is erről szólt, hogy a játékkal játszom, és ez így egyszerűen túl sok volt most. Azóta viszont már kicsit okosabb vagyok ebből a szempontból, hogy tehát pihenőket kell tartani, és nem szabad túlzásba vinni a játékot, és erre most oda is figyelek a visszatérésem óta, hogy tényleg csak szép nyugodtan, hogyha úgy érzem, hogy elég volt, akkor tényleg elég volt kis pihenőt tartani, tehát nem kell túlzásba vinni, mert igazából itt nem a mennyiségről szól a dolog, hanem arról, hogy milyen minőségben gyakorolsz, és ezt tudom személyes tapasztalatból, hogy az elecén belül nincs olyan, aki tökéletesen gyakorolna, és hogy minden meccsen mindent oda tudna adni, tehát vannak olyan meccsek, amik elég fölöslegesnek bizonyulnak sokaknál, hogy itt a minőségre kell rámenni sokkal jobban. Nagyon érdekes egyébként, hogy pont ezt mondtad, hogy túl sok volt a gyakorlás, és hogy ebbe lényegében kiégtél, mert hogy pont ezt akartam megkérdezni tőled,
hogy ugye kicsit elcsépent már, de ugye olyanok is olvasnak minket, akik mondjuk kevésbé jártasak abba, hogy ez a mindennapi profi e-sport hogy néz ki, hogy mesélnél arról, hogy mondjuk egy év neked hogyan állt össze. Most tudjuk, hogy mikor vannak a versenyek, de hogy amikor mondjuk nem versenyidőszak van, akkor ez így mondjuk január 1-től decemberig, ugye amikor mondjuk az All-Star gálával lezárul az év, az így hogy néz ki neked? Ja, hát igazából napi szintű gyakorlás, tehát felkelsz reggel, tegyük fel 9-kor, reggelizel, megy a solo queue, utána megy csapatgyakorlás, utána megint solo queue, tehát egészen estig ezt csinálod. Igazából max nagyon kisebb szünetekkel, tényleg ilyen fél órás szünetek max a kettő között, de alapvetően ez szinte csak a játékról szól. Most szerintem egyre több csapat kezd észrevenni, hogy itt azért a balanszot, ezt meg kell találni, tehát ezt az egyensúlyt. És emiatt próbálnak ilyen fizikális aktivitásokat is berakni. Tehát több csapatnál van ilyen, hogy beépített konditermik van a irodahelyiségen belül, vagy valami hasonló, és akkor mondjuk játék előtt, akkor ott egy fél órát eltöltenek a játékosok egy ilyen személyes edző segítségével, vagy valami hasonló. És akkor ilyesmire most itt azért jobban odafigyelnek a csapatok, sportpszichológus is szerintem lassan már minden csapatnál megtalálható, tehát most próbálják ezt a kiégéssel kapcsolatos dolgokat is komolyan venni. Erről nyilatkozott Madlensnek az edzője, a Mac is, még az egyik elemzés során, hogy ez mennyire fontos, hogy erről nyíltan szabad beszélni a játékosoknak, az edzőknek, és hogy ezt tényleg pozitívan kell kezelni, mert ez elég veszélyes játékosok. Na, hogyha minden napod abból áll, hogy folyamatosan csak játszol, és ezek a meccseknek a nagy része, ez tényleg elég frusztráló is tud lenni. Tehát itt olyan solo queue meccsekről beszélünk, amiknek köze sincs a kompetitív meccsekhez, és ez tényleg tudja frusztrálni a játékosokat. Azért nyilván az 5 évad alatt biztos, hogy voltak olyan pillanatok is, amik a kedvesek, meg emlékezetesek maradnak, nem csak a szóló kőélmények maradtak meg. Tudnál ebben mondjuk van top 3, amit így el tudnám mondani, hogy mi volt az a 3 emlék, ami így a legkedvesebb maradt neked akkor abból az 5 évből? Természetesen, tehát ha kompetitív szinten játszol, akkor egyértelműen, hogyha egy döntőbe bejutsz, vagy valami hasonló, ezek felejthetetlen élmények, és ezekért éri meg tényleg profi játékosnak lenni, hogyha eléred a csúcsot, és akkor tényleg ott vagy, akkor az az egy nagyon jó érzés, igen. Tehát, hogyha én a legjobb hármat akarnám említeni akkor sorrend nélkül azt mondanám, hogy amikor bejutottunk az LCS-be, a Unicorns of Love-val, megfojtottuk a bejutási meccset a Millennium ellen, aki 2-0-ra vezetett, és utána 3-2 lett a végeredmény a mi javunkra. Hát az rendkívül emlékezetes. Említeném még a spanyol döntőt, a madridi döntőt De a igen. Schalkéval. Szerintem 2018-ban volt. Illetve a 2017-es döntőt Hamburgban, tavaszi döntőt, ahol ugye az MVP címet is megszereztem. Ez nekem elég emlékezetes maradt szintén. Volt egy All-Star gála, ugye, amin szerintem gondolom a Riot meghívott, hogy vegyél részt így az elmúlt 2 évben, de hogy egyébként Igen. totál eltűntél az e-sport színából, tehát hogy se Twitter, se social, mondjuk alapból se vagy olyan nagyon aktív social médiában. Mi történt veled ebben a 2 évben? Mondtad, ugye, meg most is beszéltünk a kiégésről, merre vitt az életed, és ki lett Kis Tamásból a Riften kívül? Igen, ez ugye eltűntem teljesen, ez tényleg annak köszönhető, hogy nem akartam semmit a játékkal kapcsolatban már csinálni akkoriban. Tényleg eljutottam arra a pontra, ahol úgy voltam, hogy League of Legends, az nekem inkább hagyjuk. De ez természetesen szerintem inkább egy ilyen kezdeti állapot volt, és ez ugye az hónapok, évek során meg aztán szépen meg is változott. És igazából azóta vissza is nyertem ezt a motivációmat, meg akarásomat, hogy ismételten kompetitív szinten játszak. Tehát lehet, hogy kicsit sötétnek tűnik ebből a szempontból ez az időszak, de ez így volt akkoriban. Tehát akkori fejjel gondolkodva most nehéz
megmondani, hogy mit gondoltam akkoriban, mert most teljesen más a gondolat menetem, de akkoriban arra emlékszem, hogy tényleg elegem volt az egészben. Hogy emiatt tűntem el, meg nem is terveztem visszatérni. Ez olyasmi, ami így kialakult utána a hónapok során. Hogy mit csináltam azután, igazából kimaradtam Németországban a barátnőmmel, és itt végeztem el egy német kurzust, a jogosítványt, és kipróbáltam magamat egy gyakorlaton belül. Úgyhogy igazából ez volt, ami lezajlott. Ugye a korona időszak is ekkoriban volt, ez nálam is csúsztatott mindenfélét, tehát ilyen hónapos csúszások voltak. Úgyhogy olyan túl sok minden nem is történt igazából a másfél év során. Azért sikerült elvégezni pár olyan dolgot, amit én alappal is fontosnak tartottam. Kicsit megtapasztalni az életnek a más területeit is, mert hogyha valaki profi játékos, akkor ugye tényleg, hogyha a játékkal kell foglalkoznia minden nap ilyen mennyiségben, mint amivel kell, akkor nincs nagyon más lehetősége más kipróbálni. És nekem ez most megvolt, kipróbáltam, és úgy voltam vele, hogy nekem mégiscsak ez az e-sport az, ami jobban bejön. Illetve ugye a jogosítványt is le akartam már tenni évek óta, ez most megvan, és német tudásomat is sikerült felfejleszteni, az is teljesen pozitív, tehát ez nekem kb. Egy ilyen pihenő időszakom volt, ahol kicsit kipróbálhattam magamat az élet más területein is, és megtaláltam közben az új motivációmat, úgyhogy ez egy fontos időszak volt ebből a szempontból számomra. Játszottál valami mással egy kis sakk, Age of Mythology a régi Igen. idők emlékére, vagy valami? Igen, játszottam. Sok más játékot is kipróbáltam. Sakkoztam is itt egy lokális egyesületnél is bejelentettem magamat, és ott még versenyen is részt vettem online. Tehát sakkal is kicsit komolyabban foglalkoztam, meg más játékokat is kipróbáltam a League of Legends-en kívül. De az út természetesen visszavezetett a League of Legends-hez, mert úgy tűnik, hogy aki egyszer profi játékos, az nehezen engedi ezt el. De tudom is, hogy milyen buktatói vannak, meg veszélyei a dolognak, tehát most erre jobban oda fogok figyelni, és szerintem sokkal effektívebben is tudok majd fejlődni, mint játékos. Egy gyors kiugrás, csak már közben látom, hogy helyenként így elmegy a kép azok, akik majd nézik ezt a videót. Én jelen pillanatban Izlandon vagyok, és hát az izlandi wifi az úgy tűnik, hogy nem 100%, úgyhogy ha esetleg képhibát vagy hanghibát észletek, majd akkor sorry előre is. Na de, ennyit a múltról, beszéljünk egy kicsit a jelenről. A 2021-et írunk, egyszer csak megjelensz egy magyar kupán. Te, aki szerintem 8 éve nem vettél részt magyar versenyen, mi történt? Ja, az én magyar versenyen tényleg csak az LCS, LEC előtt vettem még részt régen, de akkor is kicsit elhatárolódtam tőle általában, de most igazából azért vettem részt, mert éppen a gyakorlatomat csináltam még akkor, tehát tényleg sok gyakorlási lehetősége nem volt, de úgy voltam vele, hogy talán az a szint, amin vagyok, ami nem volt túl magas akkoriban, az talán elég lesz valamire. De nem nagyon volt, illetve a csapattal se gyakoroltunk egyáltalán együtt, tehát én úgy voltam vele, hogy majd azért heti szinten mondjuk 2-3 alkalommal azért együtt gyakorlunk, de ebből nulla lett, tehát tényleg nulla gyakorló meccset játszottunk, így bejutottunk a döntőbe, ami nyilván aztán nem is jött össze, tehát tényleg azért nulla gyakorló meccsel nem fog olyan Hát jól azért. működni, mert támítható a csapatod, és lehet látni, hogy mi az, amit játszol, és mik az erősségeid, ezt Persze. kiszedi az ellenfél, akkor omlik az egész. Igen. Tehát ez tényleg egy ilyen történet volt, de távol szerintem nekem csak inkább egy ilyen beharangozó volt, hogy majd szeretnék visszatérni. De akkoriban még nem is tértem vissza így a aktív játékhoz túlságosan, úgyhogy nem is volt egy túl magas szint. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez így evés közben jött meg az étvágyad, vagy azért már kacérkodtál a gondolattal egy ideje, hogy visszatérsz? Mert ugye ezután jelentetted be, hogy akkor let's go. Igen. Igen, én már akkor is kacérkodtam a gondolattal, ami azt illeti április óta, 2021 áprilisa óta. Ugye néztem az LEC rájátszását is, és az ottani játékokat néztem, és úgy voltam vele, hogy
Hát jó, itt biztos, hogy van lehetőség visszatérni, mert amiket ott láttam, ez tényleg nem egy olyan nagyon magas szint volt, meg maga a játék nem is változott sokat, tehát az a tudás, amit felhalmoztam az évek során, az ott van, és ez nem veszett el. Tehát most is igazából, hogyha csak azokat a megérzéseimet követem, amik így játékon belül jönnek, akkor az általában jó is szokott lenni. Tehát egyedül, ahol elég nagy problémám volt, az így az új hősök, mekkora sebzést tolnak ki, az új itemek, meg stb. Tehát ezekhez kellett hozzászoknom az elmúlt hónapok során. És ez volt az, ahol igazából a legnagyobb hiányosságom volt azokkal szemben, akik ugye nem tartottak egy ilyen majdnem 2 éves kihagyást. Mit szólt a barátnőd, amikor mondtad, hogy mondjuk úgy, hogy életmódot váltanál? Ja, ez teljes mértékben közös megegyezéssel volt, tehát ezt nyilván átbeszéltük már a kezdetektől fogva, és úgy döntöttünk, hogy ez így jó lesz, hogy alakul majd ez a dolog így. Na jó, de akkor gondolom nem is költöznél vissza a gamer házba, hogyha kapnál egy lehetőséget. Tehát, hogy most már az így kialakult egzisztenciád van. Tehát ez inkább ilyen reggel bemegy, este hazajön munka, nem? Nem hiszem. Nem. Hogyha tényleg bejutok az LEC-be, akkor visszamennék Berlinbe, ő pedig itt maradna. Tehát ez ismét egy ilyen hosszú távú kapcsolat lenne addig, amíg ott vagyok. Tehát nyilván nem is úgy tervezem a visszatérésemet, hogy majd a következő 10 évre, hanem pár évre, és akkor utána valami e-sporton belüli elhelyezkedést tervezek. Igen, az nem jellemző az, hogy egyébként így nem tudom, 28 évesen 5 év profi verseny, meg utána 2 év pihenő, utána az ember pont a versenyzéshez térjen vissza, de nyilván nem te lennél, hogyha nem lenne valami, nem tudom, egyedi megközelítés a dologban. Egy ilyen sztereotípiára vagyok kíváncsi, ezt próbáld már meg, vagy hát kíváncsiak, hogy lebontod-e. Ez is olyan, mint a biciklizés? Tehát a reflexek nem változtak, játéktudás, jó, oké, most a tárgyakat meg kell tanulni, meg az újhősöket meg kell tanulni, de hogy egyébként az alap az ugyanaz, nem? Igen, az alap az ugyanaz marad, ez tényleg így van. Tehát, ha ennyi tapasztalatot összegyűjtöttél, akkor igazából itt annyi, hogyha mechanikai szintedet kicsit visszahozod egy olyan szintre, ahol jól érzed magadat, akkor onnantól ismét az ilyen apróságokra kell figyelni, hogy minden képesség számít, ezt a képességet ilyenkor kell használni, ebben a meccsában ezt csinálod, minion wave-et itt akarod, hogy legyen a tornyod közelében mondjuk, vagy valami hasonló. Tehát akkor jönnek az ilyen igazi finomságok, amiket a profi játékosok szeretnek, meg élveznek. Meg nekem is ez elég élvezetes, hogy jól átgondolni a dolgokat, megtalálni a megoldásokat a különböző problémákra, és így ezeket az akadályokat túllépni. Ez nekem mindig is szerintem nagy örömet okozott így a játékokon belül, tehát nem csak a League of Legends, hanem bármilyen játékot, amit játszok, akkor szívesen csinálom úgy, hogy nagyon nagy nehézségi fokot állítok be magamnak, tehát ne olyat, amit lehetetlen megoldani, hanem egy nagyon nagy nehézségi fokozat, és ami megoldható még, és akkor megtalálni a megoldásokat ezekre. Tehát ez nekem mindig is egy ilyen kis örömteli pont volt a játékokon belül, és szerintem ez az, ami megfog a League of Legends-en is belül, mert itt ez egy nagyon dinamikus játék, tehát bármi megtörténhet a játékon belül, és nincsen, hogy ugyanazt a szituációt kétszer tapasztalod meg egymás után, hanem folyamatosan változik, folyamatosan adaptálni kell. És ez egy elég nagy szépsége a játéknak. És hát nagyon gyorsan vissza is kerültél, mert hát ugye egyszer csak bejelentetted, hogy Armutnak fogsz segíteni, ugye ilyen topside vagy top lane coachként a Mad Lions-nél. Ez így régi kapcsolatok? Vagy ők kerestek meg? Te kerested meg őket? Hogy... Ők kerestek meg én. Ah. Hát én nem terveztem semmiféle visszatérést így. Tehát nekem úgy volt a fejemben, hogy most játszom a solo queue-t, aztán majd kiírom, hogy visszatértem, és akkor maximum majd így november tájékán lesz valami csapat, ami bejelentkezik. A Tehát Freudi nem volt ilyen elszólást, tervem, hogy majd figyelek! már a rájátszásnál ott lehetek valakinél, meg VB-re kijutok, meg stb. Tehát ilyet nyilván nem is tud tervezni az ember, mert hogyha ezt valaki nekem mondta volna, akkor azt mondom, hogy ilyen nem létezik. Egy 2 éve visszavonult játékost majd elvisznek a VB-re, aki nem játszott egy kompetitív meccset az elmúlt 2 évben. Hát azért az
elég furcsán hangzana szerintem mindenkinek, de az, hogy a Mad Lions ugye meghívott erre a coaching szerepre, ezt én azért fogadtam el, mert ez is egy új perspektíva, amiből megnézhetem magamat, hogy hogy szuperálok, illetve az, hogy betekintést tudtam ezzel nyerni a Mad Lions-nek a játékaiba. És itt ugye az LEC bajnokáról beszélünk, tehát tőlük mindenképpen lehet tanulni, és elég sokat is tanultam így makró tekintetében, hogy felfrissítettem olyan dolgokat, amiket régebben tudtam, mert olyan túl sok nem változott a Splice-os korszakhoz képest, ugye meg az edző továbbra is, Igen. tehát ő megtartotta az alapokat, de eléggé átfejlesztette őket, mondjuk úgy. Nagyon odafigyelnek itt a mentális dolgokra. Mad Lions-nél szerintem ez is legnagyobb erősségük, hogy erre mindig is odafigyeltek, hogy a játékosok jól érzik magukat. Van valami probléma, akkor azt rögtön megoldani, kibeszélni, és nem hagyni, hogy felgyülemeljenek ezek a problémák, és utána aztán kirobbannak egy idő után. Tehát erre kell vigyázni. Milyen volt a coaching szerep egyébként? Hogy érezted magad a másik oldalon? Én nem éreztem magamat olyan túlságosan hasznosnak igazából annyi, hogy néztem a meccseket. Talán mondtam, hogy mi volt top lane-en. Sok meccset igazából nagyon is jól megjátszott, tehát nem is nagyon volt mit mondani. Igazából amit végül csináltunk az az, hogy átbeszéltük a matchupokat, hogy fejben legyen egy ilyen struktúra, hogy hogyan kell az adott matchupot játszani, mik a buktatói, mi az, ahol a legnagyobb power spike-ok vannak, amiket el lehet érni. Tehát például egy Futures Marketos GP-vel, akkor a negyedik minion hullám után, hogyha visszamész a bázisba, akkor megvan a Sheen Power Spike, onnantól pedig tudod dominálni a lane-t. Ilyesmiket beszéltünk át, egyeztünk is, többször matchupokat tesztelni. Hát igazából erről szólt, és szerintem egy ilyen elég nagy mentális boost volt az, amit az Armut ebből kapott. Legalábbis teljesítményét nézve eléggé szárnyalt a rájátszáson belül. Tehát szerintem csak az a tudat, hogy ott van valaki, aki felügyeli a meccseit, nézi. Ha van valami hiba, azt rögtön mondja neki, akkor ez elég nagy magabiztosságot adott neki. Van olyan szenárió a fejedben, hogyha nem kapsz mondjuk profi szerződést 22-re, akkor elmész edzőnek valamelyik csapathoz? Ugye? Azért mondjuk, sakkoztál, Age of Mythology, csupa olyan játék, vagy olyan, nem tudom, sport, amihez azért elég komoly stratégiai látásmód kell, és ezt te is többször mondtad már, hogy ez neked mondjuk úgy, hogy erősséged egy csapaton belül is. Hogy látod, el tudod magadat képzelni valami csapatnak a kulcsaként? Jelenleg nem gondolkodok ilyen, mivel hogyha esetleg az LEC nem jönne össze, akkor én szívesen mennék akkor IRL ligákba is, tehát Német Liga, Francia Liga, ez 100%, hogy valami ilyesmi összejön, mert azért Challenger 1100 pontos játékosról beszélünk jelenleg, akinek elég nagy tapasztalata van a háta mögött, Igen. tehát reálisan nézve meg van elég nagy esélyem, hogy visszakerüljek az LEC-be, vagy egy top IRL csapatba. Na, szóval akkor bármi is lesz, biztos, hogy versenyezni látunk majd jövőre. Igen. Jó, ugorjunk egyiket egy kicsit a világbajnokságra. Hogy jöttek az ausztrálok? Mármint, hogy jó, oké, tudjuk azt, hogy ugye ott valami vízum problémák voltak, és nem tudtak volna kiutazni. Kb. Így szétesett a csapat. Hogy jött az, hogy pont téged keressenek meg? Ami azt illeti, itt valaki beajánlott engem, szerintem Vitality Akadémiának a coach-ja lehetett az, aki beajánlott engem az ausztráloknak. Ő ismerte őket. És olyan játékost kellett nekik cserejátékosnak szedniük, aki nem játszott kompetitív meccset a szezon során. Tehát de ezt nem tehették meg, hogy csak kölcsönöznek valami top játékost a saját ligájukból, és akkor az majd játszik, hanem tényleg erre is oda kellett figyelni a játékos. Nem játszott kompetitív meccset a szezon során, úgyhogy hát gondolok itt ilyen LCS meg stb.-re. Szerintem lehet, hogy egy EU Masters és top lanert azt játszathattak volna, de azért esett rám a választás, mert ugye európait azt játszathattak, mert Európában volt a VB, tehát ez lehetővé tette a dolgot, és Challengerben már Challenger voltam, solo queue-ban már Challenger voltam, tehát
Ilyen 900 pont körül voltam akkoriban, tehát ez mutatta, hogy elég jól visszatértem mechanikai szintre, és igazából a tudás tapasztalat mögöttem, tehát ez is elég sokat nyomott alatba, hogy végül rám esett a választás. Beszéltünk a csapattal, aztán szép gyorsan kialakult, hogy megyek velük a VB-re. Milyen érzés volt visszatérni, főleg egy VB-re, tehát először kiállni a színpadra ennyi idő után? Volt azért egy kis izgulás, vagy már mondjuk úgy, hogy elég nagy rutinnal a hátad mögött mentél ki? Volt izgulás természetesen, de az első meccseim azok nem is úgy alakultak, ahogy terveztem, ott szerintem túl gondoltam a dolgokat, illetve volt egy hiányosságom is így játékon belül, akkor még ugye a level 3-as genkekre nem nagyon tudtam reagálni, tehát utána ezt több játékosnál is átnéztem, hogy hogyan reagálnak erre, mikor vardolnak ki, hogyan büntetik esetleg, tehát most elég jó képet így kialakítottam azóta erről. De voltak nyilván hiányosságai, amit solo queue-ból nem lehet megtanulni, hanem ez tényleg akkor jön ki, amikor csapat ellen játszik, és kompetitív szintről beszélünk. Tehát ezeket a hiányosságokat kellett pótolni, de hát nagyon kevés időnk volt, ugye egy hét, úgyhogy nekem is sikerült elérnem azt a csúcsformát, amit szerettem volna így a VB ideje alatt, de szerintem a csapattársaimra is igaz, mert én úgy voltam vele, hogy egy olyan csapatba fogok megérkezni, ahol tényleg megvan már a struktúra, minden a helyén van, és csak be kell jönni top lane-re, és hozzájuk igazodni. De már az első meccs, amit együtt játszottunk, ott kb. A kommunikációnak a 40-50% az tőlem jött, úgyhogy eléggé meglepett, hogy ennyire csendesen játszanak, nincs meg az az információ áradat, amihez én hozzá voltam szokva, például a Splice és a Schalke, meg a UOL időszak során. Ilyen alapinformációk hiányoztak, hogy ellenfélnek ez a játékos, amit csinál, vagy te mit tervezel csinálni. Tehát nem volt meg ez a jövőbe tekintés, hogy akkor most tegyük fel, én top lanerként nekem ez lenne a feladatom, de ellenfél bepusolja a lane-emet, és akkor jön a bouncing wave, akkor tudok építeni egy top wave-et, és akkor már egy perccel előtte tudom mondani, hogy oké, most egy perc múlva tudunk dive-olni toppon, és akkor ez megadja a lehetőséget az a junglernek, a supportnak és a midlanernek, hogy ezt összekoordinálják velem, és ez egy perces előrelátás, vagy egy perces időszak, ez nem volt meg csapaton belül, és emiatt is lehetett látni, hogy nem nagyon haladtunk előre. Azért Meg próbálták. hozzá kell tenni, hogy ja, elnézést, még hozzá Mondjad, kell tenni, mondjad, hogy mondjad, mondjad, kínai persze, mondjad. edzőink is voltak, akik nem nagyon beszéltek angolul, tehát itt tényleg a gyakorló meccseink is, hát nem voltak túl hasznosak, maradjunk annyiban, hogy itt más kondíciók vártak, mint amire gondoltam, de ennek ellenére szerintem az, hogy eljutottunk odáig, ameddig, tehát kijutottunk a csoportból, és BO5-ös szériákat játszhattunk, ez szerintem elég nagy teljesítmény, így is tőlünk. Egyértelmű. Ugye Óceániáról azt tudni kell, hogy a Riot az így lényegében elengedte a régiót, tehát hogy hivatalos Riotos verseny nincs ott, talán az ESL csinál valami bajnokság jellegűt, de hogy azért onnan kijutni egy csapatnak, és még így is egyébként bejutni, a tényleg ott a play-nek a rájátszásában, az tényleg nagy szó. Jó volt egyébként így a hangulat? Mert most így egyébként elmondtad, hogy kb. Mi a különbség egy óceániai csapat, meg egy európai csapat között. Azért a hangulat, gondolom, ez rendben volt, tehát hogy annak attól Persze, függetlenül is. természetesen a hangulat az jó volt, többször is mentünk együtt csinálni valamit, tehát itt csapategység az szerintem jó is volt. De ahogy említetted, valóban ezek az óceáni körülmények nagyon rosszak, ők is elmondták nekem, hogy milyen körülmények között kell felkészülniük, és én csodálatos az, hogy ilyen szinten vannak, mint amilyen szinten vannak, mert tényleg ott katasztrofális a solo queue, nem tudnak semmilyen más szerveren játszani, mert 200 pingjük lenne. Hát azzal tényleg nem tudnak effektíven gyakorolni, és solo queue-zni is csak bizonyos időpontokban lehet, mert különben ilyen 40 perces queue timerek vannak, tehát még játszani is tudnak annyit, amennyit szeretnének, és akkor ugye ott van a szint is, hogy az nyilván jóval alacsonyabb, mint bármelyik másik szerveren, tehát ez nagyon-nagyon rossz körülményeik vannak, és ráadásul ezt még hozzá kell tennem, csapat egy scrim meccset nem játszott a VB előtt egy egész hónapig. Tehát amikor
kortól kijutottak, akkor ugye utána nem is tudtak skrimelni. Vagy ki ellen Igen. skrimelnének. Az összes óceáni csapat az, annak már nincs érdekében, hogy játszanak Hát ellenük, persze. gyengébbeket pedig úgy verik, ahogy szeretnék, tehát ők nagyon hozzá voltak ahhoz szokva, hogy ők dominálnak mindent, főleg itt a botlane-re gondolok, és akkor kijöttek a VB-re, és akkor azzal kellett szembesülniük, hogy itt igazából minden egyes botlane ellen ők azok, akik hátrányból indulnak, és tényleg nekik kell valamit változtatni, vagy tehát nem voltak ehhez hozzászokva, hogy ők vannak hátrányban. Tehát szociális ligában mindig ők voltak előnyben, support be tudott rómolni midre, és akkor nagyon flottul ment az egész, működött a szerkezet, de ez a VB-n ugye ez nem így van, mert itt sokkal jobb játékosok ellen kell játszani. Igen. Annyira jó, hogy ilyen, nem tudom, mélységekbe nyújtasz betekintést. Pont azon gondolkodtam, hogy azért te is elég sokat változtál így az elmúlt évek alatt. Én még emlékszem, amikor még mikor először voltál UOL-ban, sokkal, nem tudom, nehezebben nyilatkoztál, meg sokkal kevesebbet is, mert ugye minden energiáddal így a játékra akartál koncentrálni, és kevésbé. Mondjuk úgy, hogy nem az, hogy kerülted a sajtót, de mondjuk úgy, hogy limitáltan fogadtad csak Hát, a mondhatjuk azt, hogy sajtókérését. kerültem, de tényleg nem nagyon voltam oda. Bármiért is interjúknál is úgy voltam, hogy ha muszáj, akkor megyek, de most már nyilván más a hozzáállásom, igen. Mi Hát változott elég egyébként? fontosnak is tartom. Felnőttél, vagy nem tudom, megtanultad kezelni, vagy... Igazából csak látom a pozitívumait is annak, hogyha interjút adsz, akkor ugye nagyobb az elérésed, több emberhez tudsz nyilatkozni, betekintést nyerhettek a gondolatmenetbe, ami a háttérben van például nálad, vagy csapatoknál, és ez igazából fontos, hogy a nézők, vagy a fanok ezeket tudják, mert én ezt fontosnak tartom. Így lehet kötődni igazán egy játékoshoz, vagy csapathoz, hogyha tudod az ilyen belső dolgokat, amik alapból Persze. titkosak lennének. Kicsit még visszatérve a VB-s teljesítményedhez, ugye mondtad, hogy nem voltál vele nagyon elégedett. Nyilván egy laikus kívülről meg azt láthatja, hogy korai geng, sokszor haltál, nem tudom, keveset segítettél a csapatnak, de azért tudjuk, hogy ez a játék egyáltalán nem a KDA-ról szól. Mondtad, hogy élvezed újra a játékot, még ennek ellenére is a felső ösvényt is, ugye ezt nagyon régóta szidja mindenki, hogy mennyire rossz felső ösvényen játszani, még mindig. Te hogy látod ezt? Hát igazából én csak az elejé teljesítmény, korai teljesítményemmel voltam elégedetlen. Szerintem amikor ugye az LNG ellen kezdtük, ott azzal nem voltam elégedett, illetve a HL elleni játékommal se, ott például egy Renekton Atrox matchupom volt, nem éreztem úgy, hogy túl sokat kihoztam volna belőle, tehát meg volt a minion előny, de olyan túl sokat nem tudtam csinálni. Illetve még amikor chase-eztem Gnar ellen, az Infinity ellen, ott se éreztem magamat annyira magabiztosnak, de pont az volt a váltás, ez az Infinity utáni meccs volt nekem a váltás, ahol sikerült egy olyan mentális állapotot elérni, ahol tényleg utána sokkal inkább megnőtt a magabiztosságom. Úgy voltam vele, hogy jól van, én most bemegyek a következő meccsre, és ledarálom az ellenfelemet, és ilyen mentalitással mentem be a brazilok ellen, és szerintem elég kiemelkedőt is nyújtottam. Hát gondolok itt a BO1-re, illetve a BO5-ös szériára is. Hát ott rendre minden meccsen szétdomináltam a top lane-t, és gondolok itt arra, hogy jungle segítséggel vagy jungle segítség nélkül, ez teljesen mindegy volt. Tehát azt nem mondanám, hogy ezzel elégedetlen lennék, illetve a Cloud9 ellen se mondanám, hogy elégedetlen lennék. Ott egyszerűen teljesen magamra voltam hagyva, és az, hogy például a Senes meccsen összeomlott a meccs 5 percen belül, ott tényleg nem tudtam sokat csinálni. Tehát ott már csapatok közötti különbség volt az, ami kijött a Cloud9 ellen, tehát itt egy amerikai csapatról beszélünk, nem egy wildcardról. A különbségek azok jóval nagyobbak makró tekintetében, korai játéktervezés tekintetében, meg csak hogyha megnézzük, hogy milyen stáb működik egy-egy csapat mögött. Oceánia, max egy edző, semmi analiszt, semmi sportpszichológus, semmi hasonló. Cloud9, analiszt, sportpszichológus, edző, pozicionális edző, top lane-re, jungle-be, mid-re, nem tudom micsoda. Tehát, hogyha megnézed, hogy milyen stábok vannak, akkor egy biótos felkészülés során ez nagyon sokat számít, hogy kiáll egy csapat mögött, mert akkor tényleg nem a játékosoknak kell extra erőfeszítéseket beletenni ebbe, hogy felkészüljenek a meccsekre.
hanem ezt megcsinálja valaki mögötted is, még elég részletesen is ráadásul. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy azért olyan sok idő két, tehát egy szériában két meccs között nincsen. Tehát mire elég 15 perc ilyenkor, amikor mondjuk elmentek egy szünetre? Hát nem sokra, tényleg nem sokra igazából. Ilyenkor gyorsan analizálni kell, hogy mi volt a probléma, hogy a vereséghez vezetett, vagy a győzelemhez. Akkor a győzelemhez, akkor megtartjuk-e a dolgokat, vagy volt-e valamilyen nehézség, amiben ütköztünk a meccs során, illetve van-e olyasmi, amit tudnának egy adaptációt csinálni a következő meccsen, amivel felboríthatják ezt a rendet, és akkor ezt megpróbálni kiszedni, vagy rájönni, hogy mi az adaptáció, amit az ellenfél csinálni szeretne. Hát ez erre szokott idő lenni. Például amikor a Redkenitz ellen játszottunk, ugye a brazil ellen, akkor az utolsó meccsnél a Kamilt azt folyamatosan kibannoltuk. Pedig mondtam akkor, hogy igazából a Kamilt nyugodtan bent hagyhatjuk, mert ugye midlanert váltottak, és erre nem voltunk felkészülve. Nem is nagyon tudtuk, hogy hogyan reagáljunk, és ki kellett bannolni valami midlane hőst. Mondtam, hogy akkor hagyjuk a Kamilt bent, mert nekem elég sok hősöm van, ami jó lenne amúgy. És nagyon értettem a banyját, de ez is baj, hogy nem nagyon volt ilyen túl nagy beleszólás játékosokként a dolgokba. Tehát nem éreztem meg ezt az egységet, ami általában meg szokott lenni egy csapatnál. Ezért is estünk ki végül szerintem, mert beszélek ugye edzői stábról, meg stb., de ezek számítanak, de ugyanakkor, ha egy csapat ott van egységesen, ezt ugye megmutattuk a Unicorns of Love-val is, amikor bejutottunk az LCS-be, akkor az tök mindegy, hogy milyen stáb ellen játszol. A játékosok ott vannak, mindent kitesznek egymásért a pályán, akkor ez még működhet így is. Tehát így is fel tudsz kerekedni olyan csapatok ellen, akik a legjobb scoutingjuk van a világon, meg mindent tudnak rólad. Az számít, ami meccsen történik. Tehát, hogyha ott tényleg egy rendkívül jó teljesítményt beraksz, akkor tök mindegy, hogy milyen felkészülésük van, nem tudnak rá reagálni rendesen. Ez nem volt meg a Peace-nél, ami természetesen érthető is, tehát nem gyakoroltunk. Ők nem gyakoroltak a VB előtt. Csapatként egy hetünk volt kb. Felkészülni a VB-re, de egy hetet játszottunk együtt. Ott is voltak olyan napok, ahol nem is volt scrimünk, tehát nem akar senki scrimelni ellenünk. Tehát ez van egy wildcard régióval, tehát ezzel kell szembesülnöd. Max másik wildcarddal tudsz scrimelni, illetve néha scrim nélkül maradsz, tehát ez így van. Mondtad, hogy elég sok hősek fel vagy készülve ugye egy top lane matchupra. Megnéztem egyébként kíváncsiságból, hogyha Aphelios-t is beleszámítjuk, ugye 19 decemberébe jött ki, akkor 11 olyan hős van, aki újként került be a játékba, amióta te visszavonultál. És azért elég sokkal lehetett találkozni, több mint a felével így a világbajnokságon. Hogy tetszenek az új hősök? Ugye sokan mondják, hogy most már annyira komplex mechanikája van az összesnek, hogy nem point and click, mint egy Veigar, hanem hogy így sokkal-sokkal bonyolultabb. Egy Geren. nem egy Gerenekről beszélünk itt már, az biztos. Jó, persze. Szóval, hogy van új kedvenc? Vagy nem tudom, tetszenek ezek, vagy ez a fajta játékfejlesztés, amire most így a hősök mennek? Nagyon tetszik a 200 éves játékfejlesztés az Aphelios-nak, az biztos. Ez tényleg egy olyan hős, amit én permabannolnék legszívesebben, de muszáj néha bent hagyni. De új hősök azok egyszerűen túl OP-k. Viego is az mi volt, amikor kiadták, tehát katasztrófa volt, annyira OP volt a hős, hogy akkor top lane-ekkel beszéltem, ők mondták, hogy játszhatnám Viego ellen a top lane, mert kiszáztén el mindent. Óriási range és pókja van, leolinezhet téged bármikor. Játszhatatlan volt kávé top lane-en a Viego ellen a matchup. És utána szépen feljavították. Gwen az egyetlen, amit tetszik, az nagy kedvencem is lett azóta. Hát amióta behozták Gwent, nagyon sokat játszok vele most is. Úgy érzem, hogy a hőst elég jól el is sajátítottam. Tehát tényleg egy kicsit a régi Irelia-ra emlékeztet. Ultiával, meg minden hasonlóval. Tehát a mobilitása is, tehát az eléggé tetszik nekem a hős. Térjünk rá egy kicsit, vagy hát most már igazából a vége felé járunk, ugye mondtad, hogy egy órád van nagyjából. Csak az Elise érdekel, ugye, hogyha már ajánlatoknál tartunk, vagy mondtad ugye még az ERL-t. Mi van, ha mondjuk Törökországból, vagy akár Észak-Amerikából kapná egy ajánlatot? Azt mondja a Cloud9, hogy már pedig ők most tovost akarnak cserélni. nem hiszem, hogy a Cloud9-ben nem gondolkodna, de
Nekem elsőképpen az LLC és utána az IRL ligák. Annyira nem nagyon gondolkodok itt Amerikában vagy Török ligában, tehát nekem ezek a prioritások. Az LLC, hogyha az nem jön össze, akkor pedig top IRL ligák. Figyelj, ha egyik sakkó, szívesen láttunk az emberben valami jó magyar csapatban. Kaptál már egyébként ajánlatot? Nyilván tudom, itt majd jönnek a titoktartások, meg az Igen, erről még nem vannak beszéltünk. megkereséseim, Ja. de akkor maradjunk is ennyiben, hogy vannak. Nem majd, ha lesz valami konkrétum, vagy valami olyasmi, amiről tényleg beszélhetek, és akkor azt majd kiírom. Mi a mostani vízicsacsi számára a legfontosabb szempont, amikor új csapat? Tehát mondjuk van három ajánlat az asztalodon. Mi alapján Hát fogsz csapatot akkor lehet választani? válogatni, hogyha van három ajánlat, igen. Hát akkor tényleg a legfontosabb nyilván az, hogy milyen csapat. Tehát a játékosok, csapaton belüli hangulat, illetve maga az edzői stáb is. Tehát nagyon fontos, hogy milyen stáb működik ott a háttérben. Hát ez főleg a Splice után tudom, hogy erre oda kell figyelni, hogy meg legyen egy ilyen pozitív környezetet szeretnék mindenképpen, ami fejlődésorientált, és nem egy ilyen negatív lehúzó, ami hogyha valaki hibázik, akkor rögtön ott megy a, nem tudom, kis cirkusz. Tehát ilyet nem szeretnék, hanem tényleg fejlődésorientált környezetet szeretnék. Meg ezt én is fogom hangoztatni elég erősen csapaton belül, akárhova is kerülök. Milyen célokkal térsz vissza? VB győzelem és semmi más? Én elég győzelemre gondoltam, de VB győzelem is beleférhet persze. VB győzelem az... Arra gondoltam egyébként pont, hogy amikor egy európai csapat kijut a VB-re, akkor tényleg nem azzal a céllal érkeznek oda, hogy ezt a VB-t megnyerjék, hanem hogy olyan negyed döntőbe eljussanak, elődöntőbe eljussanak, stb. Döntőbe bejussanak. De ritkán lehet olyat hallani, hogy tényleg győzelemmel érkeznek meg. Ezt érthető, hogy a szociális médiában miért nem mondják, mert akkor eléggé megköveznék őket az emberek, de hogyha egy csapaton belül vagy, tehát ilyen belső belátásod is van csapaton belül, akkor se nagyon érzed azt, hogy a játékosok tényleg elhiszik, hogy ők megnyerhetik a VB-t. Tehát szerintem ez elég fontos lenne európai csapatoknál, hogyha vagy csapat kijut, tényleg olyan mentalitással kell oda menni, hogy bármi megtörténhet egy VB-n, mert szerintem bármi megtörténhet egy VB-n. Szerinted egyébként ezek az európai csapatok így saját magukat gátolják azzal? Vagy abban, hogy nem tudom, jobbak legyenek, vagy tényleg jobb Hát. teljesítmény nyújtsanak? Szerintem nagy probléma az európai csapatoknál, hogy amikor kijutnak a végére, akkor óriási problémák vannak már a csapatokon belül. Tehát most is tudom, hogy a mostani európai csapatok, akik kijutottak, itt is problémák voltak a nagy résznél. Tehát Csak Mad Lions-os. nem csak 2 évvel ezelőtt, amikor mi kijutottunk, nálunk is problémák voltak, mert akkoriban szerintem még a Fanatiknál is problémák voltak. Igen, most is azt lehet, Fanatik, most volt egy kis Mad Lions-os vita is, nem tudom, hogy a Rognál mi a helyzet, de hogy igen, tehát hogy ez nem tudom, egy év alatt Igen. így elfárad, mondjuk ugye elfárad a csapat, meg elfárad az öt játékos, és akkor így pont a legvégére jönnek ki azok a problémák, amikről mondjuk Nem, egy évben szerintem tudsz. mi szokott lenni, hogy ugye nagy a hajtás maga a szezon során. Nagy hajtás, ugye akkor az, amit írogatnak a szociális médiákon, az is hatással van a játékosokra. Például, hogy valakit ilyen fekete báránynak kikiáltanak, hogy ő most itt pontosan rosszul játszik, akkor ez csapattársak is néha már más szemmel nézik azt a játékost egy idő után, meg tényleg, hogy hibázik, akkor azt észreveszik rögtön, miközben, ha más hibázik, akkor az a felett mindenki így szemet huny. Tehát tényleg úgy van, hogy csapatok valamilyen szinten már kiégnek így a szezon végére, és ezt nem kezelik jól a csapaton belül, és emiatt aztán a VB-re pedig, amikor még nagyobb a nyomás, akkor ez még tetőzi a dolgokat, akkor tényleg összeomlik minden. Ez elég gyakori, és nem feltétlenül csak európai csapatoknál, feltételezem az amerikaiaknál is hasonlóan vannak, hogy már egyes játékosok már utálnak együtt játszani a vége fele, és akkor tényleg így kijutni VB-re, meg így belemenni a VB meccsekbe, eznek tényleg nem sok értelme van, meg túl sokáig nem is lehet eljutni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy koreai meg kínai csapatoknál ez nincsen jelen. Emiatt is száguldanak felfele, ott tényleg együtt összetartanak, és az a cél, hogy minél ők legyenek a legjobb koreai csapat például. Tehát itt megvan az esély, mindenki egyenlő esélyekkel indul, jó belül pedig meg lehet mutatni, ki mit tud, hogyha a csoportkörből kijut.
Hát igen, csak ugye ott meg minden más nincs, amiről ugye most a beszélgetésünk elején beszéltél, hogy az tényleg 0-24-ben lényegében játékkal kelsz, játékkal fekszel, nincs magánélet, semmi más nincs, csak a játék létezik, meg az, hogy a legvégén megnyert a világbajnokságot. Na, Megéri. igen, de ott is szerintem most eléggé figyelnek ilyen dolgokra, ilyen fizikális edzés, meg monitorozni a játékosoknak a jólétét. Tehát itt néztem pont egy ilyen kínai videót, lehet, hogy pont az LNG-ről néztem, nem biztos, valamelyik top kínai csapatról, és akkor ott ilyeneket is, hogy nézték, hogy hogyan alszik, mennyit alszik, tehát ilyen mindenfélét monitoroztak, mit eszik, stb. Tehát nagyon odafigyeltek erre, hogy meg legyen a megfelelő kondíció ahhoz, hogy jól tudjon teljesíteni az adott játékos. Hát azért odafigyelnek erre. Most lehet, hogy ez a kép van még mindig az embereknél, hogy 0-24-be játszani, de ott tényleg rengeteget játszanak, ez így is van. Tehát ott tényleg ütletes mennyiségek vannak, hogy nem is alszanak mondjuk 8 órát, hanem mondjuk 6 órát alszik, és akkor maradék 17 órában mondjuk játszik, és akkor van egy óra, amiközben meg eszik, meg valami hasonlót csinál. Tehát ott tényleg bődletes számok vannak, meg szerintem még két scrim blokkjuk van, és azon kívül még rengeteg solo queue-t is játszanak, tehát valóban elég könnyen kiégéshez vezet ezeknél a játékosoknál, illetve elég nagy is a nyomás. Tehát hogyha mondjuk egy kínai ligában alul teljesít valaki, akkor ott van 100, aki helyettesítheti. Rögtön ki is rakják, és beraknak valaki mást. A kínai liga az rendkívül egy ilyen, nem, ilyen elég véres ligának tűnik ebből a szempontból, tehát tényleg vérre megy az egész. A Valaki rosszul játékstílus is teljesít, az. ki is rakják, meg az edzők is így állnak hozzá a dolgokhoz. Tehát tényleg mutatni kell a szintet, és hát most Kínának nem ment annyira jól ezen a VB-n, úgyhogy elég sokaknak a pozíciója az szerintem veszélyben forog, és elég nagy változtatások lesznek, de hát ez van. Apropó, Nem lehet mindenki egy győztes. ha már elődöntők előtt vagyunk, szerinted eredmények, mit tippelsz? Szerintem szinte megtippelhetetlen a dolog, tehát hogyha nincs valami belső információt, és ezt csak külső szemmel nézed, ez számomra szinte megtippelhetetlen, tehát az SKT a Damwon ellen, az bárhogy alakulhat, de szerintem mindenki a Damwon tartja esélyesebbnek azért, ennek ellenére is. Ez egy De legendás meccs lesz. igen, ez bárhogy alakulhat, szerintem egy 3-2-es eredmény lesz. Az, kinek a javára, az tényleg azon fog eldőlni, hogy hogyan, milyen mentalitásra érkeznek majd be a meccsekbe. A másik széria pedig, hát szerintem a Gen G fog nyerni ott is. Koreai csapatok nagyon dominánsnak tűnnek most. Tehát mintha egy szinttel feljebb lennének, mint bármelyik másik régió. A kínaiak azok eléggé ingadoztak, tehát szerintem ott Koreai győzelem lesz, de az is viszonylag szoros szériát várka. Ki az, akivel szívesen játszanál egy csapatban, hogyha még a csapatválasztásra visszakanyarodunk egy kicsit, hogyha van ilyen? Hogyha lenne egy olyan csapat, amiben nagyon szívesen játszanék, most Fnatic. Ott van Hidisang meg Upset, tehát ez egy alapból egy olyan botlane lenne, akivel nagyon szívesen játszanék együtt, hogy Fnaticot mondanom. Hát most ott, ha talán ott lehet, hogy lesz is alkalom. Vagy nem tudom, most épp ugye pont ott voltak ilyen viszonylag nagy belső Ja, konfliktusok. hát ez ki tudja, hogy mik vannak ezeknél a csapatoknál, ez majd kialakul, szerintem még nem lehet tudni semmit, tehát még korai gondolkodni rajta, mert tényleg még az átigazolási időszak az még eléggé most kezdődött, tehát nem régen kezdődött, meg Igen. sok-sok csapat csak most kezdett igazán gondolkodni változtatásokon. Fanatik vízi csacsi. Biztos, hogy megőrülnének a magyar rajongók. Ez Hát ez biztos. garantált. Ugye hát, és akkor ez ilyen egyfajta lezárása. Ugye hát jövőre is fogjuk közvetíteni végre megint magyarul az Elisit, az e-sport egyen. Remélhetőleg téged is követhetünk majd. Ugye nagyon sokan nézik most Remélhetőleg igen. szerencsére a világbajnokságot is, meg hogy egyébként ezúton is köszönhet az összes rajongónak, aki a magyar közvetítést nézte egész évben. Mit üzennél nekik, hogyha láthatunk majd ismét képernyőn? Én is nagyon szépen köszönöm, tehát adtam egy pár magyar interjút is ugye a VB során, és akkor tényleg rengeteg pozitivitás jött át folyamatosan a magyar nézőktől. Nagyon drukkoltak, hogy jól sikerüljön a VB, úgyhogy ez
Ez nekem nagyon sokat számít, és nagyon szépen köszönöm az összes támogatást, illetve a streamek során is rengetegen szoktak jelen lenni, és ők is mindig mondogatják a dolgokat, tehát ez nekem nagyon pozitívum most, ahogy a rajongók, illetve a követők ezt milyen hozzáállást tanúsítanak. Hát úgy tűnik nem felejtette senki, és hát látva az, hogy nem tudom mennyire tényleg kicsattansz az örömtől, meg tele vagy motivációval, én nagyon szurkolok annak egyébként, hogy Igen. jövőre akár a Á, Falcon-ban én is nagyon egyébként örülnék neki, ha összejönne, és láthassunk. minden jobb csapatban, úgyhogy Ja. melyik a legjobbakat. Ja. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és rendelkezésemre álltál ezen a csodálatos péntek délutánon. Én is köszönöm szépen. És akkor a rajongóknak, meg a nézőknek is köszönöm, hogy majd megnézitek ezt a videót, meghallgatjátok. Hasonló tartalmakkal majd az eSport 1-et kövessétek továbbra is.